négyből négy felkészülési meccset nyertünk meg kapott gól nélkül. Ez azért csak jelenthet valamit. Így van, nagyon jó felkészüléssel vagyunk túl, és várjuk a jövő héten a rajtot. Számomra is nagyon jó sikerült, hiszen egyik edzőmeccsen se kaptam gólt, és most úgy gondolom, hogy az utolsó mérkőzésen már a csapat is mondhatni, hogy majdnem 100%-osan játszott, és készen állunk a jövő heti konferencia liga rajtra. Mesélj egy kicsit a gólodról, mert nem mindennapi körülmények között esett. Igen, nagyon-nagyon örülök. Pont erről beszélgettünk a srácokkal, hogy még ilyen gólt nem szereztem, hogy ilyen könnyen csak be kelljen passzolni a hálóba. Nagyon örülök neki. Nagyon szép indítást kaptam a Luciánótól, épp hogy nem értem el, és így meg tudtam zavarni a kapust. Aztán már csak be kellett pöccintsem a kapuba. Egy hét múlva itt van a Nemzetközi Kupa. Most milyen reményekkel várod ezt az összecsapást? Egyelőre még nem kezdtük feldolgozni az ellenfelet. A jövő héttől fogunk ráállni videóelemzésekkel, és meglátjuk, hogy mit kell játszanunk ellenük, és hogy ők mit fognak játszani. Nagyon komoly mérkőzésre számítunk. Nem tudjuk, milyen erőt képvisel még a turku. Ezt majd ki fogjuk még elemezni, de nagyon várjuk a mérkőzést.